Tiszafüred, Tiszapart. 2024. június 27-e csütörtök van, és itt több száz ember dolgozik a parton, 19 tutajt hajót épít azért, hogy a Petkupa tiszatavi részlege holnap elindulhasson. Mint látják, némely hajók már vizen vannak, próbaképpen, mások még munka alatt vannak. Van viszont egy hajó ott a túlparton, ami sokkal régebbi, mint maga a Petkupa. Nézzük csak meg! ...2011-ben volt az indulásotok, és 2012 nyarán Molnár Attila és Tóth Zsolt Marcell forgattak egy filmet valahol a Felső-Tiszán, látták ezt a rengeteg palackot, és valahogy találkoztak a ti hajótokkal, és innen jött az ötlet, hogy akkor talán mi is meg tudjuk csinálni, és 2013-ban megcsináltuk. És ha ezt a 13 évet most megszorzom egy átlagos tízzel, akkor bőven több mint 100-150, akár 200 ilyen petpalackos hajó is készült azóta, amit nektek köszönhetünk. Mit szólsz ehhez a fejlődéshez? Én nagyon boldog vagyok. Soha életemben nem gondoltam volna, hogy akkor, amikor 2013-ban elindultunk 23-4 ember, 4 hajóval, hogy ebből egy ekkora dolog, és ennyi szemetet össze tudunk szedni, és egy ilyen dologgá fejlődik. És most idén külön büszke vagyok arra, hogy a kisebbik fiam, ő, ha emlékszel rá, 2 éves volt, amikor először volt a túrán. Nagyon sokan mondták, hogy ez nem is neki való, de én úgy gondolom, hogy itt nőtt fel, közöttünk nőtt fel, lett egy szemlélete, és most eljött az a pillanat, amikor az unokám, aki most 2,5 éves, itt van velünk, és ő is itt lesz a hajón. Újra szerepet kap a játszószőnyeg, a minden, és 3 generációs hajó lesz. Dudát nyom meg, Karcsi bácsi, induljon!